Nagy iramban kezdtek a Benedek legények a keddesti világliga selejtező mérkőzésen. 2-0-ra is vezettek, mire első góljukat megszerezték a görögök. Aztán a folytatásban még hármat lőttek Varga-ék, sorrendben Hárai, Varga, Dániel és Vámos. Járt is érte a hangos taps, és szólt a hajrá magyarok a győri szurkolóktól. A nagy szünetig még kétszer szépítettek Teodorosz Vlákosz fiai, így 6-3-ról jöhetett a pihenő. A fordulás után aztán igyekeztek szorossá tenni a görögök a meccset, egyre dolgozták hátrányukat 7-6, aztán még Kosnyánszki is betalált, így 8-6-ról jöhetett a záró felvonás. Ahol a Benedek legények próbálták irányítani a találkozót. Ez többnyire sikerült is, Varga Dániel góljával ugyanis már 3-mal mentek, 11-8. Sikerült aztán újból közelebb zárkózni a görögöknek, ám ez csak a szépítésre volt elég, Magyarország-Görögország 12-11. A magyar válogatott így veretlenül jutott a bergamói szuperdöntőbe, miután magabiztosan legyőzte a csoportban legnagyobb riválisának kikiáltott görögöket. A szuperdöntőt június 23-a és 28-a között rendezik, az első hely pedig olimpiai kvótát érhet.